Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Megyünk is tovább, a vonalban Ráduli György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának vezetője, akit nagy tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Arról fogunk beszélgetni, hogy elindult a Nemzeti Filmintézetnek a saját streaming szolgáltatása. Lehet, hogy ez a hallgatóknak nem mond annyit, mintha azt mondom, hogy olyan, mint a Netflix, csak magyar. Szóval mit kell tudni erről a filmarchívumról? Honnan jött az ötlet, és egyáltalán milyen filmek találhatók ebben az digitális adatbázisban? Hát tulajdonképpen egy régi adóságunkat törlesztjük. Az ötlet az a kor hívó szavára válaszként érkezett pár évvel ezelőtt egyébként, tehát a szükségesség annak, hogy legyen egy olyan online felület, amelyen a magyar filmek folyamatosan elérhetőek a magyar közönség számára. Ez természetesen már megfogant bennünk, ennek az ötlete már megfogant bennünk egy jó ideje. Aztán ezt meg is kellett valósítani, amihez idő kellett, koncepció, akarat, és hát egy olyan állapotot kellett elérni, amikor a magyar filmek, magyar filmtörténeti alkotások olyan digitálisan felújított állapotba kerülnek, amely megfelel a kor elvárásainak és a közönség igényeinek, illetve hát az új magyar filmgyártásban készült filmekből is már olyan mennyiséget tudunk összeállítani egy ilyen kínálathoz, ami decens módon ki tudja szolgálni az igényeket. Ezek nagyon fontos szempontok, hiszen a mai közönség nagyon igényes, rendkívül magas minőségi elvárásaik vannak, hiszen nagyon magas képi hangminőséghez szoktak hozzá a filmgyártásban, a mozi élmény ma már ugye Dolby és tűéles 4K, 6K, 8K minőségű képeket varázsol a közönség elé. De most az emberek teljesen egyértelműen valamilyen hasonló élményt szeretnének az otthonukban is élvezni. Hát természetesen mozi élményt azért a legtöbb otthonban nem nagyon lehet biztosítani, de mozi élményhez hasonló élményt online, akár okos televíziókon, vagy a számítógépen, vagy tabletten elő lehet állítani, és hát ezek mindennek az összegsége tulajdonképpen az igény jelenléte a piacon, és az általunk elérhetővé tett filmeknek a száma okozta azt, hogy idén már tényleg komolyan tudtunk azzal foglalkozni, hogy beindítsuk ezt a szolgáltatást. Ez ahogy a kormánybiztos úr Kályi Csaba is mondta, a megszólalásaiban valóban egy történelmi pillanat, egy kultúrtörténeti pillanat, hiszen ezzel megnyitottuk a magyar filmeknek az online könyvtárát, tehát a filmjón keresztül lehet most már a magyar filmek egy nagyon jelentős részéhez hozzáférést kapni kedvező áron. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon közönségbarát ár, amit megszabtunk a felhasználási feltételként, és hát tulajdonképpen amit itt nagyon fontos lenne kiemelni, az tényleg az, hogy ezek a filmek most már olyan minőségben kerülnek fel, amiben a közönség nem fog csalódni, tehát HD minőségben tesszük közé a filmeket, és hát ahogy megyünk előre a digitális restaurálásokkal, a felújításokkal, folyamatosan fogjuk bővíteni a tartalmat, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fogunk még oda is jutni, hogy bizonyos filmek esetében a minőséget akár nevezett UHD, tehát még egyet lépve inkább a magasabb felbontás felé, majd elérhetőt fogunk tudni tenni tartalmakat ilyen magasabb minőségben is. Ugye itt közben megnéztem a filmjó.hu-t, ami egyébként arculatában simán vetekszik ugye a konkurens ilyen jellegű filmszolgáltatókkal. A kérdésem az, hogy mekkora az érdeklődés, ugye pár napja indultak el, de azért látom, hogy bőven van kínálat, ráadásul magyar filmekből van kínálat.
olyan filmekből, amik az bizonyos generációknak az emblematikus kult filmjeik voltak, és természetesen ugye vannak mellé újabb, modernebb filmek is, de hogy elindult már a kereslet, elindultak a regisztrációk erre az oldalra? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy azonnal a megjelenés, tehát a 19. start napján már elég nagy dömping érkezett az oldalra, több ezer regisztráltak már aznap, és folyamatosan minden nap egyre nő a regisztráltak, illetve az előfizetőknek a száma. Tehát most már bőven meghaladtuk a 2000 előfizetőt, és azt gondolom, hogy ez pár nap alatt nagyon szép eredmény, úgyhogy megyünk afelé, hogy minél szélesebb körben terjedjen a szolgáltatásnak a híre, és minél többen áldozzák rá azt a kis havi előfizetést, díjat, ami annak a feltétele, hogy hozzáférjenek a filmekhez. És azért is hangsúlyozom, mert tényleg közönségbarát árat sikerült megszabni. Sokan érdeklődtek, hogy mi az oka annak, hogy miért nem ingyenes a szolgáltatás. Hát ugye ez erre mindig nagyon naprakész és prompt válasz van, hogy természetesen a filmek előállítása nem minden esetben 100%-os adófizetői pénzből készül, tehát koproducerek is léteznek, illetve hát nagyon fontos az, hogy az alkotói jogdíjak befizetése az ugye egy törvényes kötelezettsége minden szolgáltatónak, tehát ezekkel együtt válik a film jó egy olyan legális filmszolgáltatóvá, ahol nem sérülnek az alkotói jogok, tehát mi a bevételekből egyrészt be fogjuk fizetni az alkotói jogdíjakat, másrészt pedig nyugodtan mondhatom azt is, hogy a bevételek visszaforgatódnak majd a magyar filmgyártásban. Tehát az, hogy ez egy kereskedelmi szemléletű szolgáltatás lenne, az ilyen formában nem igaz, tehát megmarad mindenképp egy kulturális küldetésként, de természetesen azért, mert nekünk is vannak kötelezettségeink, amiknek eleget kell tenni, egyfajta szolgáltatási díj mellett lehet igénybe venni a filmjónak a kínálatát. Na most visszatérve a filmkínálathoz, valóban elképesztően gazdag ajánlatot raktunk össze. 220 magyar filmmel indul a filmjó, ez december elejétől hetente fog bővülni két filmmel, egy új és egy archív filmmel. Ez a 220-as válogatás, ez elképesztő diverzitásról tanúskodik, tehát tényleg a legfontosabb magyar filmtörténeti alapkövek mellett megtalálunk olyan ritkán látható filmkincseket is, amik tényleg azt mondom, hogy az elmúlt 30 évben nem voltak elérhetőek a közönség számára. Ugye itt a néma filmek világából indítva, hiszen a Kertész Mihály féle Tolont 1914-ből Pacsai Attila gyönyörű zenei kíséretével nyitja az időrendi sort, és hát eljutunk a napjaink filmjeig, tehát a néma filmek világa, a 30-as évek fantasztikus filmjeinek a világa, a modern magyar filmművészet, tehát a 45 utáni időszaknak a különböző korszakaiból csemegészhet a közönség, és a 90-es évek utáni filmgyártásból is tényleg a legjobbak, a Moszkva tér, a macerás ügyek, és sorolhatnám azokat a mára már kult filmé avanzsált alkotásokat, amelyek meghatározták az új generációnak is talán a fiatalságát, gyermekkorát Csini babán nevethetünk és dúdolázhatunk újra, de itt van a Fábri Zoltán féle életmű, tehát Fábri Zoltán életműnek szinte a teljes filmje, tehát igazi filmes csemegéről van szó, és nem csak színefilm közönségnek szól az ajánlat, hanem rengeteg közönségfilmet tettünk fel, tehát vígjátékoktól, rajzfilmektől hemzseg az oldal,
Dargai Attila egész estés rajzfilmjei, de Dargai Attilának rövid filmjei vagy reklámfilmjei is megtalálhatók az oldalon, illetve hát Jankovics Marcel, Eisenhüffler Sándor, tehát a legnagyobb magyar, az animáció legnagyobb, a magyar animáció legnagyobb alkotóinak a műveiből válogattunk. Tehát tényleg azt gondolom, hogy 220 filmindításnak, ez egy komoly mennyiség. Hát általában, hogyha azt veszük, hogy az ember este leül megnézni egy filmet, akkor már ott a 220 estére való programot jelent, és folyamatosan fogunk bővülni a kínálattal. Amit még hozzátennék a kínálat bővüléséhez, az a szolgáltatásoknak a kialakítása is, ami folyamatban van, amelyek elérhetővé teszik majd a szolgáltatást olyan közönség számára is, akik bizonyos nehézségekkel, korlátokkal tudják csak a filmeket élvezni. Gondolok itt a hallássérültekre. Elkészítettük a 220 filmnek a hallássérülteknek szóló feliratot, magyar feliratot. Ezeknek az elérése a következő hetekben válik lehetővé az oldalon, tehát gondoltunk azokra is, akik fogyatékkal tudják csak a filmeket nézni, hogy ők is, hogy a hallássérültek is megkapják azt a film és azt a mozi élményt, amit a film jó kínálni tud. Jó, magam egyébként például előfizetője vagyok több ilyen videós szolgáltatásnak, és azért azt látom, hogy egyre inkább készülnek olyan produkciók, amelyek kifejezetten ezekre a platformokra készülnek. A Filmió is tervez ilyet? Ahogy kormánybiztos úr elmondta a nyitó sajtótájékoztatón, vannak olyan tervek valóban, hogy a Filmióra készüljenek produkciók. Ugye a filmgyártás az elképesztő tempóban fejlődik. Magyarországon is most megint azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú idők óta nem látott mennyiségű film előkészítése van folyamatban. Ráadásul a Nemzeti Filmintézethez kerültek a Média Mecenatúra program által támogatott filmeknek az ellenőrzése és a jogkezelése is. Tehát itt tulajdonképpen az egy teljesen várható következő lépés lesz majd, hogy megnyílik egy napon, nem mondom, hogy ez most a közeljövőnek a programja, de valószínűleg meg fog nyílni a film jó, igen, olyan tartalmak számára, amelyek kifejezetten a netre készülnek. És hát azt gondolom, hogy a film jó, egy nagyon-nagyon jó decens felülete lehet ezeknek a tartalmaknak. Azért is kérdezem mindezt, mert ugye koronavírus járvány van, nyilván a mozik zárva vannak, és ugyanakkor filmet meg kell nézni értelemszerűen, hogy ezek a platformok erre ugye kiválóan alkalmasak. A filmvilág részéről milyen a fogadtatása ennek az egésznek? Azt olvastam valahol, hogy azért ők még mindig inkább a mozik iránt lelkesednek jobban. Hát én sem hivatalból, sem személyes szerelem okán nem temetném el a mozit. Én biztos vagyok benne, és hát a film világ tendenciája is az, hogy annak ellenére, hogy a filmszínházak óriási krízist élnek meg a napjainkban a koronavírus miatt. Itt Magyarországon amúgy is nagyon kevés a mozi, hiszen 90-es évek elején még 3000 fölötti mozi szám volt. Magyarországon ma már alig éri el ez a 300-at, tehát elképesztő mennyiségben zártak be a filmszínházak Magyarországon, de az a mag, ami megmaradt, nagyon bízom benne, hogy túl fogja élni ezt a krízist. A Filmintézet egyébként támogatja a filmszínházakat, és hát a nagyvászon élménye és annak a varázslatnak az élménye, amit a mozi adni fog, és adott ad és adni fog, az szerintem mindenképp meg fog maradni az emberek igényei között, tehát nem fogja a teljes mértékben az online felületek nem fogják a mozit kiváltani. Egy biztos, hogy átalakulás van, és azzal
nagyon reálisan szembe kell nézni, hogy a moziknak a kapacitása azzal az óriási mennyiségű filmes dömpinggel szemben, ami a világot ma jellemzi, az nem lesz elegendő. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen automatikusan fognak nagyon hamar átterelődni a filmek az online térbe. Biztos vagyok benne, hogy meg lesz megmarad az a filmes kategória, ami mozi premiért igényel, és egy mozi forgalmazást igényel, és aztán utána kerül át az online térbe, de nagyon sok olyan film fog készülni, egyre több olyan film fog készülni, ami talán egy mozi premier után azonnal az online térbe kerül, vagy akár még mozi premier nélkül is az online térben fog azonnal bemutatásra kerülni. Tehát azért ezt látjuk, hogy ez egy tendencia. Ettől nem kell félni, szerintem nem gondolom azt, hogy ez egy olyan harc lenne a különböző vetítési formátumok között, aminek végleges vesztese lehet a mozi. Átalakul a mozi, az biztos, hogy a tömegesen, tehát az a rétege a mozinak és a mozizásnak fog eltűnni, amit korábban a tömeges mozizás jelentett. Tehát én azt gondolom, hogy azok a filmek, amik nagy szabású, monumentális premier filmek lesznek, ezek megmaradnak a mozi élmény kategóriában első körben. Azok a filmek, amik olyan művészi értéket képviselnek, amelyenek a megtekintése mozira érdemes, azok szintén megmaradnak a mozi forgalmazásnak a területén első körben. És hát a kettő között lévő óriási mennyiségű film, ami készül Magyarországon is és a világon mindenhol, ennek egy nagy része valószínűleg már nem fog tudni helyet kapni a mozik palettáján, hiszen egész egyszerűen nem lesz rá elegendő kapacitás, és ezek fognak szerintem tömegesen átterelődni az online térbe automatikusan. Egyébként személyes véleményem az, hogy ez nem is biztos, hogy baj, hiszen a moziban tényleg azoknak a filmeknek kell biztosítani a kitüntetett figyelmet, a közönség kitüntetett figyelmét, amelyek a nagyvászonra hivatottak, és nem azoknak a filmeknek, amik egyébként olyan formátumban, olyan módon készülnek, ami tökéletesen fogyaszthatóvá teszi őket egy televíziós képernyőn, vagy pedig az online térben. Egy utolsó kérdés, hogy mi a helyzet a sorozatokkal, minisorozatokkal, mert ugye talán azt meg ugye nem lehet moziban levetíteni, ugyanakkor az is látszik a különböző lejátszási adatokból, hogy igény az van rá. Így van, ugye a filmjó, hogyha van a filmjó kínálatát, hogyha megnézik, akkor rögtön látszik, hogy a televíziós produkcióknak is jutott hely, tehát a filmeknek a műfaji kategóriái között található a televíziós műsor is, tehát itt abszolút gondoskodtunk arról, hogy meglegyen a helye a sorozatoknak, tehát itt a filmjónak a szerkesztősége folyamatosan kapcsolatban lesz, van és lesz a televíziós gyártókkal is, úgyhogy a televíziós filmek, illetve televíziós sorozatok is valószínűleg helyet fognak kapni továbbra is a kínálatban. A tévéfilmek közül csak egy párat említsek, ami már most elérhető a Filmjó oldalán, az Örök tél, a Trezor, a Nino bárkája, ugye egy sorozatról van szó, tehát megjelent már a televíziós sorozat, mint műfaj a Filmjó, de fenn van a Vizsga, a Bernikövet, a Szürke senkik, Foglyok, szóval televíziós gyártású filmekben is nagy a kínálat. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és a filmjó.hu-t pedig nagy szeretettel ajánljuk a hallgatóinknak is. Ráduli Györggyel, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk.